A két forduló után veretlen Veszprémet fogadta még nyeretlen Nyíregyháza, és a két csapat pontgazdag első negyeddel kezdte a találkozót. A 30-29-el végződő 10 perc után folyamatosan a hazaiaknál volt az előny, a nagy szünetre 7 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után is ragaszkodtak egymáshoz a felek, a harmadik negyedben a vezetés többször is átvette a Veszprém, de a záró negyednek 2 pontos előnnyel vágott neki a házigazda. Az előny nőni kezdett, az amerikai Brighton Hobbs vezérletével egyre jobban ellépett ellenfelétől Siska János együttese, amely végül 100 pont fölé jutva magabiztosan szerezte meg szezonbeli első bajnoki győzelmét. Egész múlt héten ezen dolgoztunk, hogy erre a meccsre készültünk. Azt kértem a fiúktól, hogy nagyon agresszívan védekezzenek, a palánk alatti játékokat próbálják megadályozni, illetve a kinti dobásaikat. Hát úgy gondolom, hogy kisikerült, és azt szerettem volna én a fiúktól, hogy ne kapjunk 100 pontnál többet, hiszen az első két mérkőzésen 105 pont volt az átlaga ennek a Veszprémnek, úgyhogy úgy gondolom, sikerült hazai pályán ezt megoldani. Láttam a csapatot az első negyedben, hogy nagyon akarja ezt a győzelmet. Az biztos volt, hogy kondícióban jól fogjuk bírni ezt a mérkőzést, és látszott, hogy a végén át tudtuk venni a vezetését, már meg tudtuk tartani, illetve növelni tudtuk még 20 pontra is, hogy gratulálok a fiúknak. A mérkőzésen 15 pontot szerző Bazsó Bruno szerint egy erős ellenféllel szemben alaposan meg kellett harcolniuk a győzelmért. Kemény mérkőzés volt, először is gratulálnék a Veszprémnek, mert tényleg nagyon jól játszottak. Egy jó csapat, szerintem a egyik legesélyesebbek arra, hogy a végén győzhessenek. Szerencsére most mi jöttünk ki győztesen, úgyhogy megyünk tovább és megpróbálunk nyerni a következő mérkőzéseken is. A nyíregyháziak amerikai légiósa Brighton Hobbs 29 perc alatt 39 pontot szerzett, mint a játékos elmondta, gyorsan beilleszkedett új állomás helyén. The city is beautiful. I actually really like the city. A város gyönyörű, a csapata pedig nagyon nyitott volt és befogadott. A mai meccsen pedig jó volt látni, hogy mindenki élvezi a játékot. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a következő fordulóban szombaton a budapesti Honvéd otthonában lép pályára.